Hogy tetszik a túra? Isteni jó volt, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy isteni jó. De látom, azért egész jól haladtatok végig. Hát utánatok jöttünk, próbáltunk haladni, hát most amennyire ezekkel ugyebár lehet. Persze, tudom. De nagyon jó, elkocsikázunk, úgyhogy... Ti restauráltátok, vagy így vettek? Igen, nem, apámban építettük. Igen? Rég készült? Hát figyelj, ez olyan 14-ben álltunk, azt hiszem neki. Úgyhogy ja, hát egy pár éve lett kész, de hát azóta már azért van rajta pittyúk bőven, úgyhogy... Hát de azért van, nem? Hát persze, figyelj. Mindenhol megyünk vele. Tehát... Én azt szeretem egy autóba, hogyha használjuk. Én is használom a sajátomat. Ezt ne legyen tökéletes, kell. Mert azután nem lesz használva. Nem is jó, hogyha tökéletes. Tehát... Az igaz. Használni kell, figyelj, úgy hozz azért, még nem a garázsba tűnik. Motor? Hát 1.9 TDI van most benne. Úgyhogy annyi, hogy most szívó, tehát le van véve róla a turbó. Legalább lehet vele menni, nem robban le úton, útfélen. Hát így van, hát valamennyivel jobb, tehát így is majd duplája, mint a gyári lóerő, de így is kevés benne, tehát lehet menni. Fékek? Azok gyáriak. Gyáriak? De bőven elég ennek, tehát amúgy is túlgót tervezve, elég neki. Meg igazából gyorsan nem mentek vele, nem arról szól. Figyelj, így is 80-nal tudunk kocsikázni, úgyhogy... Motort megnézhetjük benne? Nem férünk most hozzá. Hát nem tudom, mi állnék szűkösat hátul. Nem baj, majd megyünk a következő állomásra, jó, majd rendben. Akkor legfeljebb ott. Rendben. Itt van, Benél? És honnan jöttetek egyébként? Bajáról. Bajáról jöttetek? Bajáról, így van. Arrafelé is. Rövidebb túra. Igen, egy rövidebb túra. De akkor 3 napig itt vagytok? Persze, vasárnap. Itt azért egy picit másabb, kicsivel több hegy van. Hát igen, tehát ez az emelkedő téma, ez nem egyszerű, de... De ez benne a szépség. Persze, megmászok mindegyiket a pénzbe. Elbírja, 1.9 dízel el kell, hogy bírja. Ha nem. Igazából. Ja. Hát lett is rajta pittyputy, úgyhogy tegnap sikerült. Igen, az. Igen, amikor jöttünk befelé, jöttünk be... Villanyoszlop volt? Igen, van vagy egy ilyen világítás, ja, úgyhogy ügyes voltam megint. Igen. Hát mindegy. Most de ez élmény. Ez benne van. Figyelj, erre örökre emlékezni fogsz. Az biztos. Tehát az ha baj nem van. Történik, arra soha nem fogsz emlékezni, mert az csak eltelt. Figyelj, megszögeljük az gész, úgyhogy jó lesz. Hát most... A kaland nélkül nem kaland, nem igaz? Én mindig ezt szoktam mondani, hogyha nem történik semmi, akkor mire emlékszel? Hát semmire. Hát de ez így van. Figyelj, nagyon rossz esemény ne történjen, de valami esemény legyen benne. Ennyi belefért. Ennyi éppen elég volt. Így van. Tegnap azért ez zokon vett, gondolom. Persze, hát kicsit tassa tett, de hát most tett van. Jó van, az majd kijavítjátok rajta. Reméljük, tehát figyelj, 3 éve van jogsim, nem csináltam eddig semmit. Tehát egy karsz nem volt sehol. Legalább új autón csináltad, aminek nincs nagy értéke hát, igazából. Jaj, így van. tehát elég jól sikerült a választás. Elég jól sikerült. Legközelebb... De figyelj, ha már csinálod, legyen benne valami stílus is, nem? Figyelj, minden, ennyi belefért. Rossz autót ne törjünk össze, annak mi értelme van? Azt a hülyék is össze tudják törni. Ennyi. Jól van. Beszélünk később, köszi. Mindenképp szívesen. Igen, ő is itt van és túlélte, nem ütött el semmit. Nem baj, figyelj, tehát ezt nem fogom többet felemlegetni. Nekem figyelj, nekem igazából mindig azt mondták, ha egyetlen egyszer csinálsz egy hibát, és valakinek elmondod, utána mindenki fel fogja emlegetni. Engem egyszer a cimborám megver gokárt versenyen. Egyszer. És elég. Emlékeztet rá minden egyes alkalommal, hogy jobb tőlem. Ez ennyi? Ez ilyen? Szia, érdeklődnék, hogy sérülésmentesen megúsztátok-e az utat idáig? Igen, teljes mértékben. Nem történt semmi baj szerencsére, úgyhogy... A múltkori találkozás óta nem. Azért. Tehát az elmúlt negyed órában semmi nem történt igazából. De, nem működik a rádió. De tényleg, a rádióm beszart. Dobálja a 4-est, a rádió se jó. Beletolattunk egy villanyoszlopba. De most a negyediket hol használjátok? Hát ugye általában mindenhol, tehát... Nem, mivel ez úgy max leginkább emelkedőkkel jöttünk. Jó, ez a belüke! Én is mindig 3-asba jön. Nem számít. Lefelé meg csak gurítani kell. Nem számít, de itt vagyunk, ez a lényeg.